Talán önök is felismerik Justin Rant az Ultimate Fighter 10. sorozatából. A nagy reményű karrier kezdetén álló MMA harcos azonban belső harcot is vívott. Emlékszem, hogy mindig depresszióval küzdöttem, hogy soha nem tudtam megelégedni. Könyvében, melynek címe Harc az elfeledtekért, Justin elmondja, hogyan tudta életét újra összeszedni, és miért harcol most azokért, akik nem tudnak önmagukért harcolni. Örömmel köszöntjük a 700-as klubban Justin Rant. Tegnap késő éjszakában nyúlóan olvastam a könyvét, és nagyon lebilincselt az, hogy milyen úton vezette önt Isten. Már gyerekkorában megkezdődött a dolog, amikor kegyetlenül bántak önnel. Ez milyen hatással volt az ön életére? Nagy mértékben befolyásolta, de rossz irányban. 10 évig küzdöttem depresszióval. 13 éves koromban orvosi vizsgálat is kimutatta nálam a depressziót. Elhittem mindazt, amit az emberek rólam mondtak. Ezért szerettem volna másmilyen emberré válni. Így a könyvben is leírt néhány kegyetlen történet után ráleltem az MMA-re, azaz a ketrec harcra. És először azt gondoltam, hogy ez a sport nagyon tetszik, mert a legkülönbözőbb sportok vannak összegyúrva. És azután rájöttem, hogy ezeket a srácokat biztosan nem támadja senki sem. Közéjük akar tartozni. Olyanná akarok válni, mint ők. Mert ha sikerül átalakulnom, akkor pont az ellentéte leszek annak, ami addig voltam. Először a sport hozott változást az életébe, ugye? Kétségtelenül. Addig egyedül ültem az ebédlőben. Beleverték a fejemet a tányérba. Elmentem egy szülinapra, gondolván, hogy beöltözős buli lesz. De csak én voltam jelmezben, stb. Ezt előre kitervelték? Persze. Azt mondták, semmire sem vagyok jó, és én elhittem. Öngyilkossági gondolataim voltak már 13 évesen. Szörnyű látni, hogy egyes gyerekek mi mennek keresztül. Azt mondta, hogy az egyik tényező, ami segített, hogy jó szülei voltak, akik szerették és részt vettek az életében. Édesapja nagyon támogatta, mindketten atletizáltak. Egy ponton elszakadt a régi életétől, és feltűnt a színen a ketrec harc. Hogy történt ez? A ketrec harc szenvedélyt és értelmet hozott az életembe. Kívülről, hogy elmenekülhessek a depresszió elől. Volt mire koncentrálnom, ahelyett, hogy milyen szomorú és nyomorult vagyok. Azzal törődtem, amiben végre jó lehettem. Hogyan lett bajnok? Elég szép karriert futott be. 19 évesen kezdtem hivatásosan sportolni. Én voltam a legfiatalabb nehézsúlyú az országban. 21 évesen szerepeltem az Ultimate Fighter reality showban. 22 évesen én voltam a legfiatalabb nehézsúlyú a UFC világbajnokságon. Tehát volt egy sor győzelem. Kétszeres országos bajnok voltam. Aztán célba vettem az olimpiát, de felhagytam vele, hogy gyerekkori álmaimat kövessem. Ha jól tudom, a gyerekkori zaklatásokon kívül felnőttként volt pár kiábrándító spirituális élménye, ami nem is tudom, minek nevezzem, hogy senki se értse csak félre. Hamisítványnak hívom. Igen, ez jó lesz. Tehát hogy talált rá Jézusra ebben az útvesztőben? Azt mondhatom, hogy megismertem a szuper törvénykező, ítélkező, minden út és ajtó a pokolba vezet oldalt, és a másikat is teljes mélységében. Azt a karizmatikus vonalat, amiben jó, ha sebek és zúzódások vannak rajtam, hogy kimenjenek a démonok. Egy másik gyülekezetben együtt rúgtunk be, aztán újra és újra megvallottuk a bűneinket. Számomra mindez csak hamisítvány volt. A főiskola végén a kedvenc idézetem Gandhitól volt. Szeretem a Krisztusotokat, nem szeretem a keresztényeiteket. A keresztényeitek nem olyanok, mint Krisztus. Sok keresztény mondja, hogy Isten a szeretet, de én csak gyűlöletet éreztem. Igen, de a hívőket egy kicsit bántja ez az idézet. Most már engem is. Egy kicsit lekezelő, de végül is Jézus megragadta a szívét. Elment egy imacsoportba, és felnyíltak a szellemi szemei. Innen kellene eljussunk Kongóba, vagyis életem másik érdekes részéhez. Hogy hogyan került a birkózó szőnyegről és az arénából oda, hogy most azokért harcol, akik remény nélkül, elveszetten élnek. Hogyan jutott Kongóba? 5 éve, 6 hónapja és 28 napja. Így számon tartja? Igen, ekkor jött be Krisztus az életembe. Isten lángra gyújtotta a szívemet, és valódi szenvedélyt és életcélt adott.
Megmutattam, hogyan lehetek úgy harcos, hogy nem az emberek ellen, hanem az emberekért harcolok. Kongóra úgy találtam rá, hogy 11 hónapig szívből imádkoztam, amikor keresztény lettem, hogy megtudjam, mit szeretne Isten az életemmel. Tudom, hogy sokan őrültségnek gondolják, vagy csalásnak, de volt egy látomásom Istentől. Egy dzsungelben jártam, nem tudtam, hogy Kongóban van. Találkoztam ezekkel az emberekkel, a szívem fájt értük, ahogy később kiderült a pigmeusokért. 3,5 évvel később a látomásom 100%-ban beteljesedett. Még az is, hogy sírva fakadtam rajtuk. Óriási könnycseppek folytak a szememből, mert annyira elhagyatottak voltak. A törzsfőnök azt mondta, hogy dzsungelnépnek hívják őket, de ők úgy hívták magukat, az elhagyatottak. Leesett az állam. Azonnal megszerettem őket. Ők a második családom. Ami igazán érdekes, miután olvastam a történetét, arra gondoltam, hogy Isten mennyire fel tudja használni az életünk töréspontját. Nem csak meggyógyít minket, hanem visszafordítja a dolgot, hogy másokon is segíthessünk. Talán ha nem ment volna keresztül a gyerekkori zaklatásokon, akkor nem tudott volna így együtt érezni a pigmeusokkal. Teljesen egyetértek. Isten felhasználta ezt. Engem is megvetettek, de a pigmeusok a föld legmegvetettebb népe. Hogyan tudnám Istennel társulva megvédeni a gyengét? Mondja el, hogyan társult Istennel? Ön és a gyönyörű felesége teljesen belemerültek ebbe. Igen, élete első kempingezése Kongóban volt. Emily le a kalappal. Igen, kint kempingezett, és nélkülözött velem együtt. És ő is családtag lett. Mindkettőnknek vannak saját pigmeus neveink. Az egyik azt jelenti, az ember, aki szeret minket. Ez nagyon meghatott. Nagy megtiszteltetés. A másik pedig azt jelenti, a nagy pigmeus, mert ők átlagosan 140 centisek. A gyakorlatban is kimutatjuk a szeretetünket. Programot indítottunk, hogy földet, vizet és élelmet szerezzünk nekik. Sikerült pénzt gyűjtenünk a feleségemmel 120 hektár földre és 2 kút fúrására, és Isten ezt most megszaporítja. Hiszem, hogy ebben benne van az ő keze és szelleme, mert most már 1000 hektár föld és 30 kút van. 18 alkalmazottunk is van Kongóban. Ellátjuk őket eszközökkel, kiképezzük őket. Nem halatadnak, halászni tanítanak. Bizony. Bátorítani, inspirálni akarjuk őket, hogy képesek megváltoztatni az országukat. Ha az ország nem segít, neked kell megoldanod. Ne segélyre várjanak, mert Isten utat nyit a gyermekeinek. Nekünk kell együttműködni Istennel, hogy lehetőség nyíljon a további kútfúrásra. Fontos az is, hogy erre nem volt képesítése. Egyáltalán nem. Lenyűgöző történet. Mindenkit biztatok, hogy olvassa el a könyvet, Harcolni az elfeledettekért. Az online könyvesboltokban is kapható. Csodálatos története annak, hogyan használta fel Isten Justin fájdalmas útját arra, hogy egy egész népcsoport életét megváltoztassa Kongóban. Inspirálni fogja önöket. Justin, köszönöm, hogy itt volt velünk. Áldás volt.